A munkaterület előkészítése után ponton hidat építettek az Agyvánát, ezen haladnak a nagy súllyal megrakott munkagépek. Kialakították a belső szállító utakat, és a töltés bontása is megtörtént. Jelenleg a vasbeton támfal építését készítik elő. Úgynevezett lavírsíkot alakítjuk ki itt a háttérben, valamint a szakasz másik felén pedig a töltésépítési munkákat kezdtük meg, lehumuszolással, illetve úgynevezett töltéságyúrási feladatokat végzünk, töltésfejlesztéssel kombinálva. A beruházás végeztével az Egyetértés utca végénél található felhajtó és a Sebestyén körúti Zagyvahíd közötti szakaszon helyreállítják a gát védképességét, ezzel óvva meg a töltésmenti házakat. Megújítjuk a támfalat, vasbeton támfal magasabb lesz. Mi úgy hívjuk, hogy a mértékadó árvízszint feletti biztosít szintet biztos fogjuk kialakítani. Illetve igaz, hogy a régi elemek visszaépítésével, de a sétány is megújul. Mindenképpen a kerékpározása, a sétára, meg a fenntartása is biztonságosabb lesz ez a szerkezet. A sétány aljára fagyvédő réteg kerül, rá egy gyengített beton, fölé pedig a kiegyenlítő réteg, arra kerül majd rá a burkolat. A sétány átlagosan 2,6 méter széles lesz, így elférnek majd rajta kerékpárosok, futók és a sétálni vágyók egyaránt. A munka során 14 ezer köbméternyi földet mozgatnak meg, ebből 6 ezer köbmétert átdolgoznak, 8 ezeret pedig Besenyszők határából hoznak. 700 köbméter vasbeton épül be a támfalba, 1000 négyzetméter hasított kőburkolatot és 1900 négyzetméter térkövet használnak majd fel.